Csaba Dániel játékosunkat szeretném megkérni elsőként, hogy értékelje ezt a mai mérkőzést. Volt, hogy tudtunk is vezetni a Falco ellen, de a végén ők örülhettek győzelemnek. Szerinted mi múlt a mai találkozónak a végkimenetele? Először is szeretnék gratulálni a Szombathelynek. Úgy gondolom, hogy egy harcos mérkőzésen megérdemelten nyertek. Mindig, mikor ott voltunk velük egy szinten, vagy vezettünk, és akár mindig volt egy-két perc, amikor kicsit bealudtunk, és ezt egy ilyen csapat ellen nem szabad megcsinálni, és sajnos így vereséggel távozunk. De ezt a meccset megpróbáljuk elfelejteni, és jövő héten hazai pályán megverni a Paksot. Nagyon köszönöm. Van a kérdés? Köszönöm. Köszönöm. Fornai Gábor vezetőedzőt kérdezem. Elég hektikus mérkőzés volt, akár alakulhatott volna másképp is, de hogy látja a vezetőedző, mi volt az, ami ma a Falco malmára hajtotta a vizet? Azt gondolom, hogy mindenképpen VR-ra a gratuláció a Falconak, hiszen ma este jobb volt, megérdemelte a győzelmet, tehát látszott, hogy melyik a jobb csapat kettőnk közül. Bár azt gondolom, hogy különösen az első fél időben az utolsó egy-másfél percért vagyok bosszus, mert ott én azt gondolom, hogy teljesen úgy állt a meccs, hogy akár mi a vezetésünkkel fordulhattunk volna a szünetre. De nem lehet, tehát a Falco az egy magasabb szinten, magasabb sebességben, fizikálisabb kosárlabdázik, mint mi. És mi csak akkor tudunk ilyen csapatok ellen játszani, hogyha 100%-osan koncentrálunk és nem hibázunk. Ugye ez nagyon nehéz, nyilván. Gondolok itt a könnyű átott labdákra, vagy a kérdő cíkszerekre, amikor azonnal kontrát kaptunk, és ahelyett, hogy mi vezettünk volna, ugye elmentek 7 ponta. És nagyon nehéz, sok energia, amire ugye visszajövünk a mérkőzésbe, de meggyőződésem, hogy ugye az utolsó 3 meccsünk, talán ugye látszik azért, hogy jövünk egy kicsit kifelé, majd most jönnek azok a mérkőzések, amik ellen azt gondolom, hogy reális esélyünk lehet nyerni. Ez a 3 csapat, ez nem a mi szintünk, úgyhogy Falconnak további sok sikert kívánok a Champions League-be, és mi folytatjuk a munkát, és nem fogunk drámázni, edzünk holnap, aztán várjuk a következő hétvégi mérkőzést. Szurkolóimnak mindenképpen köszönjük a buzdítást, hiszen sportszerűen jól szurkoltak, sajnálom, hogy nem tudtunk nyerni, de ezen az estén egyértelműen jó volt a fal. Nagyon köszönöm, van a kérdés, Gábor, köszönjük szépen.